kortárs hazai és világirodalom. Krimik, thrillerek és szórakoztató romantikus regények várják az olvasás kedvelőit hagyományos és elektronikus formában. John Grisham, Stephen King, Orvos Tóth Noémi és Nárai Tamás is szerepel azok között az írók között, akiknek legfrissebb könyveit hagyományos vagy e-könyv formában kikölcsönözhetik a Vörösmarty Mihály könyvtárban. A szénatéri tagkönyvtár 3 e-könyv olvasóval is gazdagodott. Minden évben átlagosan olyan 20 könyvvel szoktuk gyarapítani az olvasókon lévő állományt, így volt ez a tavalyi év végén és az idei év elején. Olyan könyvek kerültek bele most újonnan a kínálatba, mint Nesbőtől a Vérhold, Senki háza Vidagábortól, vagy a Másodvirágzás, ezek a népszerű könyvek azok, amik legjobban jellemzik a mostani válogatást. Horváth Adrien elmondta, a fiatalok és az idősek körében az e- és a hagyományos könyvkölcsönzés is egyaránt népszerű. Fiatalok és idősebbek is előszeretettel fordulnak az e-könyv olvasók irányába. Van, aki csak azért, hogy kipróbálja, megnézze azt, hogy milyen egyáltalán maga ez a formátum, milyen maga az olvasó eszköz, hogy kipróbálja. Egyébként maga az, hogy valaki csak ezen vagy csak azon olvas, nem jellemző, inkább az, hogy hol ezen, hol azon. A könyvtár igazgatója hozzátette, a jövőben a többi könyvtárban is szeretnék biztosítani az e-könyvek kölcsönzését. A kölcsönözhető könyvek teljes listáját a Vörösmarty Mihály könyvtár weboldalán találhatják meg az érdeklődők.